Mélyen tisztelt elnök úr, miniszterelnök helyettes úr, tisztelt miniszter úr, államtitkár urak, püspök urak, kedves erdész kollégák, drága vendégeink a Szélrózsa minden irányából, szeretett földieink! Nem tud arról a történelmünk, hogy az elmúlt évszázadban köszönhetette községünk Sepsikőrös Patak és Kálnok országelnököt, oly magasrangú személyiségeket, mint önök, akik jelenlétükkel megtisztelték nem csak a mai rangos rendezvényt, hanem Háromszék, a kis térségét, annak székely magyar lakosságát. Isten hozta önöket Háromszékre. Történelmi helyre érkeztek mi hozzánk, a régóta magyarok lakta területre. A községközpontunk felett emelkedő nyírás, később a milléniumi fenyves által a fenyőstetőnek nevezett hegyen várat építettek telepedő őseink, amelyet a régészek igen ritka 11. századi fapalánkvárként tartak fel, és a mellettünk álló templomban pedig már a középkorban magyarul imádkoztak. Megtiszteltetés számunkra, hogy meglátogatták Bedő Albert szülőfaluját és a nyugvóhelyét őrző Kálnokot, és kezeskedünk arról, hogy szellemét helybeliekként ápolni fogjuk. Kérem, engedjék meg, hogy ez alkalommal háromszéki és kőröspataki tiszteletbeli székelynek nyilvánítsuk önöket. Isten éltesse egész magyar népünk örömére. Erdőt, egészséget, üdv az erdésznek!